Jónás Sándor és felesége kertje a legszebb, beruházások a Karcagi Ipari Parkban, környezettudatos autóvezetés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. július 29-én 18 óra 5 perckor. Jónás Sándor és felesége kertjével évek óta ott van a legjobbak között. A most kapott újabb elsődíjukról beszélgettünk velük. A nyugdíjas házas pár szívesen kertészkedik, megnyugtatja őket a munka, és mellesleg megtermelnek mindent maguknak és családjuknak. Mindent csinálunk. Kapálás, gyomlálás, locsolás, ha kell, akkor ketten visszük a slagot. Mert gondolom azért a befőzés csak az öné. Hát, de a befőzés az enyém, de viszont segít leszedni a gyümölcsöt, vagy a paprikát, paradicsomot, attól függ, hogy minek mi van a szezonja. Most például kedvesebb egyébként a növény, amit termelnek? Hát, mindent szeretünk. Olyan nincs, amit nem szeretünk. Mindent megeszünk, minden evők lettünk. Még azt is megeszünk, amit ezelőtt valami gyerekkorunkban nem ettük meg. Most mindent megeszünk. Már most a sóskát kétszer szedtem meg, a zöld borsót most szedtem, úgyhogy most már folyamatosan kell szedni. Most már szép a sárgarép, a zöldség, minden, úgyhogy most már virágoznak a paprikák, a paradicsom, a kelkáposztám is van, édes káposzta, téli káposzta, karalábé, ez a nagy karalábén van, azt is saját magunk neveltünk, mind az összes palántot, úgyhogy hát van vele munka, szó se róla, mert van otthon egy kis fólia, csinálta férjem, aztán abba beülök tavasszal, vagy februártól, két hónapig, akkor csak a magokat vetem. Az idei termésből sok minden már a kamrapolcon és a fagyasztóban van. Szeretnek újdonságokat is kipróbálni, de főleg a megszokott zöldségeket, gyümölcsöket termelik. Jó érzés számukra, amikor a reggelihez valókat a saját kertből viszik be. Kísérleteztünk is, de nem mindig jött be, mert ha nem permetezzük, akkor nagyon ellepi a bogár, és akkor egy kicsit muszáj permetezni. Hát megkísérletezünk ezzel, azzal, hát ha valami sikerül. Jónásék minden szabad idejüket a kertben töltik, tökéletesen, gyommentesen tartják azt, és a növények meghálálják a gondoskodást. Több rekordméretű terményük, például karalábé is volt már. Miután a férj vállalkozóként még dolgozik otthon, munka után a kert a kikapcsolódás jelenti a számára. Egy kicsit összetornyosul a munka, akkor van, hogy reggeltől estig kín vagyunk, de van, hogy csak két óra hosszát, vagy három óra hosszát, mikor mennyit. Úgyhogy attól függ, hogy milyen munka van, meg mennyi, akkor... De szeretünk kint lenni, jó levegő. Házuk udvarán is van mindig néhány alapvető palánta, hogy a főzéshez ne kelljen a kertbe kimenni, ha zöldség vagy épp hagyma, paradicsom kell. Kertjük több országos elismerést is kapott már a karcagi első helyek mellett. Varga Nándorral, a Karcagi Ipari Park Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a most zajló fejlesztésekről, a járda építéséről, a napelemparkokról és az üzembővítésekről. Évek óta tervezték, de most jutottak oda, hogy megépítsék azt a járdát, ami arra alkalmas, hogy a vasúti átjárótól az ipari területet rendes körülmények között megközelíthessék. Így nem kell 2-3 kilométert kerülnie az ott dolgozóknak. Ez egy nagyon fontos beruházás. 2014-ben már megterveztük ezt a járdát. A MÁV-val történt egyeztetés kapcsán többször módosítottuk a tervet, mire a jelenlegi formában jóvá hagyták, engedélyezték. Most jutottunk oda, hogy megépítsük ezt a járdát, ami arra alkalmas, hogy a vasúti aluljárótól az ipari területet normális, rendes körülmények közt meg tudják közelíteni. Ez azért fontos, mert ha a gyarmati úton kellene nekik jönni, akkor körülbelül 2-3 kilométer kerülő lenne, és azért nem mindegy, hogy a munkába járás biztonságos körülmények közt, és rövidebb úton történik, vagy nem.
A 4-es útnál a körforgalomtól Szolnok felé jobbra 150 méteres távolságra útrekonstrukciót hajtottak végre. A 4-es útnál a körforgalomból, mikor város felől jövve Szolnok felé fordulunk, jobbkéz felől egy 150 méteres távolságra útrekonstrukciót hajtottunk végre. A lehajtó utat erősítettük meg, vastagabb, nagyobb teherbírású burkolatot és szélesebbet építettünk ahhoz, hogy az ott épülő napelem parkot meg tudjuk közelíteni, és majd az oda szállítandó anyagok egy részét, mert másik része már ott van, kellő biztonsággal tudjuk oda szállítani. Emellett magán beruházásban készül még az ipari parkban másik két napelempark is, amiből egy az e-hullhoz kapcsolódik. Ugyancsak az üzemhez egy új rész is készül, ahol a purhabot hasznosítják majd helyben. Az üzemről annyit kell tudni, hogy korábbi tervünk is volt, hogy a e-hull Kft.-ben a hűtőkből, fagyasztógépekből kikerülő purhabot hogyan tudnánk hasznosítani. Ugyanis jelenleg pénzért elszállítják Ausztriába, ott fizetnek azért, hogy átvegyék tőlük megsemmisítésre ezt az anyagot. Egy magyar szabadalom kapcsán eljutottunk oda, hogy ezt fel tudjuk dolgozni úgy, hogy útszegélyt, járdaszegélyt, stékpallót és egyéb dolgokat tudunk előállítani, aminek stabilitása, szilárdsága nagyobb, mint a betoné, de a súlya csak a negyede. Ráadásul ezt úgy ki tudjuk alakítani, például a járdaszegély formájában, hogy magában az elemben benne van egy csapadékvíz elvezető, tehát ezzel munkaidőt, meg helyet is megspórolunk majd nagyon sokat, főleg azok, akik ezt fel fogják használni. Épül egy 1700 négyzetméteres csarnok. Fele szociális rész és iroda, a másik fele a gyártócsarnok lesz. Jelen pillanatban kettős széllel építkezünk, egy 1700 négyzetméteres csarnok épül itt. Ennek fele szociális rész és iroda, a másik fele az a gyártócsarnok lesz, ahol ez előbb említett termékeket fogjuk előállítani. A másik csarnok az ennek majd a duplája, hisz 3700 négyzetméteres fedett területet jelent, ahol első időszakban raktározni tudjuk a bejövő és kimenő anyagokat. A későbbi fejlesztések során, amikor új termékeket is elő fogunk állítani, akkor ott szeretnénk bővíteni a gyártást. Nem véletlen, hogy itt az első épületben az irodai és szociális rész ilyen nagy lesz, hisz ezt már úgy alakítottuk ki, hogy az ott majdan dolgozó embereknek is kellő helyet tudjunk biztosítani. A beruházások befejezése. A járdának és az útrekonstrukciónak most lesz a műszaki átadása. A napelempark szeptember elejére végére várható. A járdának és az útrekonstrukciónak hétfőn lesz a műszaki átadása, ami azt jelenti, hogy ha hibátlan lesz a átadás átvétel, akkor ezt készre jelentjük, és akkor ezt használatba lehet venni. A napelempark megvalósítása szeptember elejére, végére várható, hát lépcsőzetesen egyik, másik, harmadik, és ehhez a napelemparkhoz kapcsolódó, illetve a e-pur üzemhez, ott pedig a végleges beruházás befejezése november 30-ig várható. Ez előre meg van határozva, hisz pályázati pénzt veszünk igénybe, és ehhez a pályázati pénzhez az elszámolást addig meg kell valósítanunk. Ennek része az, hogy a most épülő gyártócsarnok augusztus végéig elkészüljön, a tető, oldalfal, belső betonozás, minden, akkor kezdődhet a technológiai szerelés, ami körülbelül október közepére, végére várható, és egy hónap próba üzem után, november végére várhatóan a épülettel együtt átadjuk az egészet.
A dolgozók létszámát is el tudom mondani, 20-22 fő várható, hogy három műszakban fog dolgozni. Ez nem soknak tűnik, de hogyha azt nézzük, hogy ennek az üzemnek a termelékenysége milyen jó, hisz gépesítve van a munkazöme, ezért nagyon fontos, hogy ilyen üzemek is legyenek, és ha a nagyobbik csarnokban szintén megkezdődik a gyártás, akkor további, ennél nagyobb létszám foglalkoztatása is várható. A PET palack feldolgozó üzemet a Recipet Kft-től megvásárolta a Greenpet Kft. Megkérték az önkormányzattól az üzembe helyezést, hamarosan kezdik az üzem rekonstrukcióját, majd az indítását. Most jutott el odáig a dolog, hogy a üzembehelyezést megkérték az önkormányzattól, melyhez a múlt héten kapták meg az engedélyt. Tehát hamarosan ennek az üzemnek a rekonstrukciója várható, hisz a meglévő gépeket, berendezéseket felül kell vizsgálni, munkavédelmi, elektromosság, érintésvédelmi szempontból, és utána tudják majd beüzemelni. Reméljük, hogy a régi kapacitásával fog üzemelni 2-3 hónapon belül. A Penny logisztikai központ is építkezik. Az új csarnokból a kelet-magyarországi boltokat fogja majd még jobban ellátni innen. Hál' Istennek a Penny logisztikai központ olyan forgalommal rendelkezik, hogy az eredeti tervnek megfelelően a kelet-magyarországi boltokat már nem tudta ellátni kellő mennyiségű és minőségű áruval. Nem a minőséggel volt gond, hanem hogy időben kiszállítsák azt, amit a boltok várnak. Közel fele nagysággal növelt területen fog üzemelni innentől kezdve a raktárbázis, ami azt jelenti, hogy dolgozók felvétele is lesz, továbbá a boltok ellátása Kelet-Magyarországon sokkal jobb lesz. Eddig a föld felszínén, illetve alatta zajlottak a beruházások, és most már látványosan a föld felett tartanak az építési munkákkal minden területen. Eddig a föld felszínén, illetve alatta dolgoztunk, ez nem volt látványos. Most minden területen rettentő mutatós az építkezés, és úgy tűnik, hogy most halad igazán. Amikor a csarnokra a tetőt rátesszük, és az oldalfalakat feltesszük, akkor megint nem fogunk sokat látni, hogy belül mi történik, de erre is szívesen meghívom a Karcag Televíziót, hogy szíveskedjen tájékoztatni a nézőket. A volt téglagyár területén lévő ipari parki terület hasznosításáról a titoktartási kötelezettség miatt csak annyit tudunk elmondani, hogy tárgyalások vannak. Az önkormányzat és országgyűlési képviselőink folytatnak tárgyalásokat egy üzem ide telepítéséről. A Hungarian Life integrált projekt a levegőminőség javítását célozza meg. Az egyik kiemelt területe az ökovezetés, ami a környezetkímélő, alacsony üzemanyagfogyasztással járó közlekedés alkalmazása. Minimális odafigyeléssel egy gépjármű vezető akár 1 litert le tud faragni a fogyasztásból 100 kilométeren. Biztonság. Sokkal kiszámíthatóbbá válik az autó vezetése. Társadalmi felelősségvállalás. A levegő tisztán tartása mindenkinek az érdeke. Több dolgot tehetünk mi is ennek érdekében. Rendszeresen szervizeltessük gépjárművünket és ellenőrizzük az olajszintet. Nem ajánlott a gyújtás követően egyből elindulni a gépjárművel, ugyanis ahhoz, hogy a kenés, a kenőnyomás és film felépüljön, idő kell. Hideg indítás esetén dízelautónál legalább 1 percet, benzinautónál 1/2 percet ajánlott várni. Ha nem kapnak megfelelő kenést a forgó alkatrészek, hamar elkopnak. Ez némileg ellentmond a környezetvédelmi szempontoknak, de hatással van az autó élettartamára. Vezessünk egyenletes sebességgel. A legtöbb energiát a gyorsítás igényli, ajánlott elkerülni a felesleges gyorsítást és lassítást. Próbáljuk meg megtartani a lendületet forgalomban, kanyarban is. Ez persze nem azt jelenti, hogy nagy sebességgel menjünk bele az adott kanyarba. Fontos, hogy időben váltsunk sebességet. Törekedni kell a legalacsonyabb fordulatszámra anélkül, hogy a motor nagyon szenvedne. Igazodjunk a forgalomhoz, és ha van rá lehetőség, utazzunk többen az autóban.
Ha a piros lámpát látjuk már messziről, ne nyomjuk a gázt, hanem hagyjuk az autót kigurulni. Fékezés esetén optimálisabb a gázlevétel és a gurulás. Figyeljük a zöld hullámot és próbáljuk elcsípni azt az ütemet, amivel folyamatosan haladhatunk. Ha a lámpa váltani készül, megéri akár kicsit gyorsítani, hogy még a zöldön át tudjunk jutni, és ne kelljen fékezni, illetve utána újra gyorsítani. Ez persze nem azt jelenti, hogy a pirosban menjünk át. Fontos, hogy ne tartsuk fel a forgalmat. Ha mindenki minket kerülget, akkor forgalmi akadályként szereplünk mások szemében, tehát találjuk meg azt a lendületet, amivel nem akadályozunk. A városban a légellenállásnak nincs különösebb szerepe. Országúton 100 km per óra sebesség fölött már jelentős fogyasztásbéli különbségeket lehet mérni. Veszélyes a kamion mögé beállva haladni, mert a kamion légfékkel, az autó pedig normál hidraulikus fékkel rendelkezik. A különbség az, hogy a kamion sokkal gyorsabban lassul, mint a mögötte lévő autóvezető. Ugyan takarékos, de életveszélyes lehet így, ez kerülendő. Tervezzük meg az útvonalat. Ha ezáltal egy rövidebb útvonalat tudunk választani, vagy elkerüljük a torlódást, már is kevesebbet fogyaszt az autónk. A fentiek nem írják felül a gépkocsi vezetési előírásokat. Mindenek előtt a biztonság az első, tehát bármennyire is szem előtt tartjuk a takarékosságot, a legfontosabb a féktávolság megtartása. Gondoljuk át azt is, hogy kell-e feltétlenül autóba ülnünk, vagy kerékpárral gyalog, esetleg tömegközlekedéssel is meg lehet tenni az adott utat. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!